Nagyon jó. You can increase the game speed. Na megint? Ja igen, építsék meg a házat. Jó. Megvan az épület. Select the metal bed and move it inside the room. Metal bed, move inside the room. Igen. Select it and use the copy action to place two more beds. Aha! Copy. Copy. És akkor most bent lesz három ágy. Oké. Okay. Deconstruct the sleeping spots. Ja igen, mert azok most már akkor nem kellenek. Ugyanis benne a házban nyilván sokkal jobb aludni, mint kint a shelter alatt. Oké. Okay. Temperature. Most megtanítja nekünk a játék, hogy hogyan tudunk ugye bent a szobán belül melegebbet csinálni nektek. És ugye a ruhák is befolyásolják ezt, meg ugye a fűtés. Select a survivor and open the inventory menu. Na nézzük, Connor, inventory. Close the room window. Ja, hogy csukjuk be az ajtót, ablakot. Build a heating stove. Oké, okay, tehát akkor itt be kell fűtenünk nekik. Mert minusz 8 fok van kint. Light. Now the room is better insulated and heated, but closed windows mean no light. Aha. Értem, de hogyha be van zárva az ablak, akkor nincsen fény. Temperatúra, valtorcs. Oké, rakjatok be oda egy valtorcsot. És egy olajlámpa. Azt meg a túloldalra. Requires a wall. Jó, oda rakjál egyet. És hogyha készen van a construction, akkor forbid refueling through the refuel action. Ó, értem. Tehát, hogy nem szabad, hogy újra töltsék. Jó. Aha, és ezt most kizárom, hogy... Aha. De azt még meg kellene építeniük először. Tuti nem fog zoknit húzni éjjel? Hát lehet. Extreme cold snap. Aha, mert minusz 17. Jó, és kikapcsoltam a refuelt. Shelf life. Ha van integritása. Select a stockpile. Roll over and check this current status. Ó, látom. Tehát, hogy ezek már így romlanak, hogyha kim vannak a szabadba. Aha. Your last big task is to build a common room and move all remaining furniture inside so that your survivors can work and relax indoors. De lehet forgatni. Aha, tehát hogy kell nekünk egy szoba. Finally we are constructing a new storage and move some resources closer to the rooms for safer access. Hogy legyenek közelebb is, értem. Azt mondja, encircle the soil floor with stone walls. Aha, tehát akkor ezt kell fallal, stone fallal körbevennem. Hát nem, ezt cancel. Wall stone. Így. Igen. Na, ez már jó. Place a hay roof. Building. Roof. Hay roof. Uh-huh.
Place a doorway connecting to the bedroom. De hát az már ott van. Vagy nem? Tehát ez mi? Ja, várjál, baszeg! Nem tudnak bemenni! Oké, elnézés. Jó, igen. Várjál, baszeg! Azt helyezzük át! Egy ajtó volt, csak az egyben nyitotta a kettőt, nem kifele nyílt. Deactivate the room. Do it for resource. Oh, micsoda? Aha, tehát bekapcsolhatom, meg kikapcsolhatom a tetőt. Én nem vagyok benne biztos, hogy oda föl tud menni. Aha. Tehát az így kellemetlen. Tehát ő most beszorult oda. Hát nem lehetne valahogy kijuttatni őt? Stairs. De nem tudom kijuttatni. Complete all actions. Te hogy tud onnan kijönni? Haver. Beszorult. Nem enged egyébként építeni. Hát figyelj, akkor átrakom. Cancel. Aha. Így már más. Mondjuk így viszont bazi hasznos ez az ajtó, haver. Jó, áthelyeztük az ajtót. Jó. Azt mondja, hogy moving furniture. Move. És ezt be kell hozni bentre. Azt mondja, hogy a workbench-et is. Azt mondja, tailor bench-et is. A cooking stove-ot. Large table and chairs. Ah, tehát, hogy konkrétan mindent behozunk. Így. Oké, tehát egy idő után, tehát amint elérhetővé válik a szobák építése, akkor mindent meg kell próbálni bent csináltatni velük, hogy ezért kellemesebb legyen, gondolom nekik is a élet. Na azt mondja, scrap metal, 3 tile. Mehet a salgópolc építés. Select the shelves and open the restriction tab. Igen. És deselect all groups except raw food. Aha, tehát csak a nyers kaját. Aha, de hogy így nem engedi. Ó, de mindegyikre vonatkozik. Aha, jó. Ja, és cooked meal, bocsánat. Raw food és cooked meal. Well done. Jó, tehát akkor most már tudjuk, hogy ha lehet szobát építeni, akkor ugye kell, és akkor ilyen speciális szobákat kell, attól függően, hogy mit hol fognak majd, milyen feladatot hol látnak el. Most pedig valami elektromossággal kapcsolatos tutoriál lesz. Várjátok, közben hagyd nézzek meg egy olyat, hogy overlays, és akkor a battle box. Normál unit alert. Figyelj, a normál unit alertet kikapcsolom, epic unit alert maradhat, van valami purchase meg gift alert, battle ready,
Overlay display, unit display, background. Jó, elméletileg most már nem fogja mutatni azt, ott abba a kis kockába alattam, ha normál unitot raktok le, tehát ott a visszaszámláló fog menni mindig, ha epic unitot rak le valaki, az látszódik. Jó. Na, elektronosság. Na nézzük akkor, hogy hogy működik a elektronosság. Place a freezer in the bigger room. Jó. Storage. Freezer. Gondolom mindegy, hogy hova rakom. Tessék, rakjuk oda. Place a solar panel. Aha, tehát először ugye a napelemmel fogunk dolgozni. Hát rakjuk ide a búzamező mellé. Place a power pole between the rooms and the solar panel. Hát, ja, oké. Nem, mint hogyha nem raktam volna túl közel hozzá, mindegy. És wooden. Aha, tehát, hogy így húzzuk ki oda az elektronosságot. Rak be oda a sarokba. Jó lesz az ott. Nem, azt most állítottam be, mert láttam, hogy nem sűrű mutatja a timert. Így legalább akkor fixen ott van a kis timerünk. Igen. Na most meg lett építve. Edit the storage self restrictions. Forbid raw food and cooked meals and allow fabric and leather. Ja, itt vagyunk. Igen. Azt mondja, hogy raw food and cooked meals az itt nem lehet. Gondolom, akkor behordják majd a frigóba. És allow fabrics, leather, electronic component and crafting materials so they get moved the stockpile closer to room. Hogy mi? Electric component, raw, azt mondja, fabric, leather and electronic component and crafting materials. Oké. És ez jó, mert alapból így átpakolgatják akkor az emberek, ha én ezeket így beállítom. Azt mondja, clean energy is all good, but producers such as solar panel and wind turbine rely on the weather and natural cycles, so they won't be working all the time. Hát egyértelmű, hogy sötétben nem sokat ér a napelem. És a plusz energiát el tudjuk tárolni. Na, hát figyeljetek, rögtön rezsicsökkentés. Na nézzük, először is egy szélturbinát kell csinálnom. Ezt lerakom oda. És le kell raknom egy batterit. Ezt meg lerakjuk oda. Be is indult a turbinya. És hogyha azt megépítik, akkor összekötődik. Make sure the batteries and wind turbine are operational. Fene tudja, én nem kötöttem össze. If they are too far from the exiting grid, build more power poles. Ja, hogy ilyen power pole az kell. Aha, látjátok, rögtön bejött a... Ó. Mi az, hogy unpowered device? Ja, hát persze, mert sötét van, meg gondolom ez még nem lett belekötve. Aha, értem. Jó, hát nyilván ezt nem így fogjuk csinálni majd a tényleges játékban, mert ez így gusztustalan, hogy megy a kábel. De mutatja is, igen, hogy így most már minden össze van kötve mindennel. Uh-huh. Értem, és néha nem lesz elég. Place a diesel generator. Ó. Lerakom oda mellé. És kell egy low battery szenzor. Hát, ez így tök mindegy, hogy hova teszem? Hát akkor rak be oda. Nagyon jó. Olyat vajon tudok-e csinálni, hogy nem utassa a kábeleket? B-
biztos, hogy lehet valahol. Select the diesel generator and set its control circuit to 2. Diesel generator, control circuit 2. Oké. Okay. Battery sensor and set it active circuit to 2. Active circuit 2. Set the threshold charge to 60%. Threshold charge 60. With this setting, the diesel nem is hagy időt, hogy elolvassam. És most még légkondit is kell betenni. Mi a szösz? Fú, ezt most látom, hogy ebben már most el fogok vérezni ebbe a játékba. Oké, okay, na, légkondicionáló egységet kell elhelyeznünk a barátainknak. Azt mondja, hogy ide. Várjál, ez bekötődik? Jó lesz az ott. Hát eléggé luxus. When constructed, select the AC and set the target temperature. Ja, 18 fok. Véletlen lenne ebbe a játékba is a 18 fok, szerintetek? Érdekes, hol vagy? Iskolát építek? Vagy mi van itt? Motion sensor. Smart devices are pretty nifty, right? Pay close attention to their descriptions and you will be a master of automation in no time. Speaking of which, let's try a motion sensor out. It will detect hostile movement in a wide circular range and activate connected devices and defenses. Értem. Tehát akkor kapcsol be, hogyha a motion sensor érzékel valami mozgást. Na nézzük. Automated turret. Ott van. Machine gun turretet. És hova rakjam? Place a machine gun. Near the base entrance. Hát ez eléggé entrance. Ez too far. Akkor mi az entrance-om? Mi? Hát ide engedi. De ennek mi értelme van? Nem lát rá? Jó, mindegy, leraktam oda, nem érdekel. Place a motion sensor near the base entrance. Igen. Figyelj, ezt ide lerakom, mert akkor már rögtön elég messziről fog látni mindent. OV mindjárt dobja a szubot. Hogy micsoda? Azt mondja, unpowered device, a machine gun turret. Oké, okay, értem. Kell hozzá egy power pole. Tehát onnan el kell húznom a elektronosságot. Így. Ha, tehát jó, erre majd figyelni kell. Ja, hogy OV, ó, értem. Jó, leesett közben, bocsi. Make sure that everything is connected properly and the motion sensor is working. Értem, tehát még a motion sensorunk nem működik. Tehát ezt is bekötjük ide. Select the turret and set its control circuit to 3, és a motion sensort is 3-at. Ezt most nem teljesen értem, hogy itt a control circuitot, azt most itt miért állítgatom. Animal attack. Observes how the turret will turn on when the motion sensor detects hostile animals. Igen. Jó, obszervációs gyakorlatokat végzek.
Jól láttam, hogy annyira nem érdekelt, és átlőtt a falon? Well done! Kész a tutoriál, srácok! Azt tudjátok, mit jelent? Hogy indulhat a new game, és végeztünk a tutoriállal. Meglátjuk most, hogy hogyan fogunk tudni ténylegesen túlélni Avadonba. A unit lerakás darabszáma az kizárólag time alapú. 5 percenként rakhatsz le egy unitot. Mármint mindenki 5 percenként rakhat le unitot, és 30 perc a max. Tehát, hogyha az elejétől a végéig nyomod, akkor 6-ot le tudsz rakni. Na várjál, szenárió. Oké. Na, itt választjuk ki a sztorit ezek szerint. Crash landing. While on a route to the outer worlds, the passenger ship Alien Dawn suffers a catastrophic hyperdrive malfunction and starts breaking apart in orbit of an unknown planet. Up to 4 passengers reach one of the emergency landing pools. This is the story of their survival. Their mission? Find a way back to civilization. Értem. Tehát a lényeg az, hogy egy űrhajónak a hiperhajtóműve megsérült, és ezért le fog zuhanni, de négyen, tehát 4 embernek sikerül bele, hát gondolom menekülni a... Mi az emergency unit? Nem tudom bazenkre, ahol elfordítani magyarra. Bocs. Ilyen borzalmasan hanglisul beszélek csomószor. Mentőkabin, na eszembe jutott, tehát a mentőkabinba, és ők földet érnek. A feladatuk az, hogy túléljenek, és megtalálják a visszautat a civilizációba. Érthető, tehát ez a szenáriónk. Location, region, nincs választási lehetőség. Temperate mountainous area with large meadows. Jó. Moon. A holdunk az a Concordia. Rendben. Modifiers. Game difficulty. Na ez az, amit szerintem leviszünk először easy-re, mert én nekem ezek nehezen szoktak menni. Relaxing experience. Seed. Edit seed. Check farmer. Nem, ezen nem nyúlok be. Game rules. Hát vagy Lost Cause, survivors skill set to zero, regardless of bio facts and traits, overqualified. Survive... Nem, ebbe se nyúlunk bele. Nézzük meg! Next. Ó, na várjál, én választom ki a survivoreimet. Na, tehát van csomó survivor, és ebből én választom, hogy ki jut oda. Jó. Látjuk a statjaikat. Na, például Carter, a kis füles bagoly. Ott van Connor, aki a Connor kell nekünk, mert ő kombatba tök jó. Vannak trétjeik is. Úristen. Ő például képtelen harcolni, de ő egy orvos. Jó, várjatok. Tehát van egy Connorunk, aki kombat. Ez nagyon fontos. Kell egy olyan, aki jó a farmingba. Ő például jó, ő 3-as farming. 2-es farming. Ő viszont 1-es, de interested in farming. És 6-os healing. Ötös farming. Az elég jól hangzik. 4-es, viszont 5-ös healinggel, és az intelligenciája 2-es. Figyelj, akkor nekem tetszik a Maki, aki 4-es farming, 5-ös healing. Figyelni kell arra, hogy minden etnikumból is legyen egy, hogy megfelelően PC legyek? Jó, tehát van egy farming healing, és van egy, hát nem tudom, mondjuk ő combat.
Akkor nézzük, hogy mi lehet még nekünk izgalmas. Jó lenne mondjuk egy crafting construction. Na. Crafting, ráadásul interested, Yoko. Crafting, cooking, mind a kettőben interested. Jó, Vivian jónak tűnik. Craftingba interested. Ez kell nekem. Crafting interested, construction interested. Jó, jöjjön Raka. Hát eddig Connor, Maki és Raka, ővelük már megismerkedtünk. És akkor mi az, ami még jöjjön? Tehát a healing, farming, crafting, construction, combat le van fedve. Olyan nincs, aki a cookingba interested lenne. Itt van cooking és crafting interested. Anett. De akkor már úgy kellene, hogy két nő, két férfi, nem? Van olyan, aki... Várjál. Ő crafting... Nézzünk egy olyat. Van olyan, aki szeret főzni? Hát egyébként Vivian cookingba meg craftingba is... Ott van Rita. Farming és cooking. Jó lesz Rita. Legyünk így négyen. Nem is nagyon néztem egyébként a tréteket, de lehet, hogy az is fontos lesz. Mindegy. Menjünk egyet. Úgyse fog sikerülni, úgyhogy mindegy. És kb. Ahogy földet érünk, nyomok egy eszképet, és lenyomjuk a fájtot. Oké, látom a területet. Becsapódunk. És abban a pillanatban escape. Indulhat a buli. Na nézzük, 547 unit lett lerakva. Start. Megy a háború. Én is akarok asszisztolni. Hallod, hullunk, mint a legyek. Hallod? A fele társaság elpusztult. Azért ez már egyre keményebb, skacok. Haló? Ha nehogy már elféleljük. Lehet, hogy nem volt jó a taktikai lerakás. 175-en élünk, és 12 enemi van még. Jól látom, hogy én elpusztultam? Butter Revart 25 ilyen... Oké, valami 25 ilyen kaja valamit kaptam. Kaptam Buster, az megint felétek. Na nézzük. Egy Szent Scroll, Healer Scroll és Bomber Scrollt fogtok kapni. Na nézzük. Charlie, Pifu, Repa, Facsi, Darth Leia, Mester Mac és Leather Taylor. Na, gratulálok nektek. Ki volt a legbaszóbb? Breki 16 killel és Yuza a legtöbb assist 11. Nice. Na, ezt is megnyertük. Akkor jöhet a következő, várjál, a kérdőjel irányába akarok menni. Amúgy, de amúgy hogy tudunk, tehát hogy lehet, hogy el fogunk félelni lassan fájtot. Mert egyre nehezebb irányokba megyünk. Ja, mindegy, hát akkor nyomjuk, ez már hard, skacok. Na de várjál, nem tudok olyat csinálni, hogy hard, start battle, viszont kijelölni zónákat. Tehát mi lenne, hogyha azt mondanánk, hogy meg gondolkodjunk előre, de nekem le kell rakni először. És csak utána tudok. Jó, lerakom a warrioromat ide.
és csak utána tudok battle planning. Na várjatok, már akkor osszuk ki. Tudod mit? Nem osztok ki semmit. Oda rakjátok, ahova akarjátok. Jó, úgyhogy tudtok mostantól megint csatlakozni. Majd erre lehet, hogy kell beszélgetnünk, hogy érdemes-e nekem ezzel a battle planning-el szórakozni, vagy itt az elején, ameddig még csak fejlődgetünk, addig nem. Majd meglátjuk. Mert azért az, hogy megszabni, hogy mi hova kerüljön, az lehet, hogy fontos lenne. Hoppá! Pihepuha Ágyikó just purchased... Pihe, nagyon szépen köszönöm a vásárlást. Nem mondod, hogy vettél egy avidos zászlót? Köszönöm szépen. Köszi. Zseni vagy. Köszönöm szépen. Na, figyeljetek, én már rögtön nyomok egy save game-et. Itt van, hogy 4 másodperce vagyunk. Várjál, save game. New save. És ezt elmentjük úgy, hogy start. Confirm. Na, először is pause. Pause, mert ki kell adnunk feladatokat. De először próbáljunk már meg most rögtön okosan gondolkodni. Tudom, hogy hangos. Tehát. Schedule. Egyelőre az van, hogy anything éjfél és 5 között. Relax. Na várjál, sleep. Hány órát kell amúgy aludniuk? Azt se tudom. Hát figyelj, kijelölök neki, mit tudom, 5 óra. Másik 5 óra. Harmadik 5 óra. Negyedik 5 óra. Tehát így elcsúsztatva alszanak. Aludjanak 5 órát. Dolgozni, mondjuk mindenki dolgozzon, nem lehetne olyat, hogy ezt én állítsam, mint hogy az anything az oké. Okay. Legyen anything 4 óra alvás előtt. 4. Relax. Mondjuk a relax az lehet 3 óra a bármi előtt. 1, 2, 3, 4. Akkor itt van a relax. Így akkor el van csúsztatva mindenkinek a relax, nem? Igen. És akkor most beállítjuk a work-öt, ami akkor a relax előtt legyen végig, az, mert akkor itt van relax, sleep, anything. Oké. Okay. Aztán majd ezt balanszoljuk, hogyha kell, de elméletileg így most talán jó lehet. Jó, tehát beállítottunk mindent, ami schedule. Activities. Oké. Okay. Na, először nézzük azt, hogy ki mit csinál. De azt hiszem a Simple Priorities-nél kellene azt mondani, hogy először is a delivery, az nem tudom, hogy itt hol mutatja. Nem mutatja azt, hogy kinek milyen a skillje. Itt már mutatja. Jó, delivery az 3-as. Jó, research. A research-e az azt mondja, hogy az intelligenciától függ, tehát hogy tudom kiszedni? Aha, tehát megvan az, hogy researcholni, ne researcholjon például Connor és Maki, csak Raka és Rita. 5-ös prioritáson egyelőre. Delivery az legyen mindenkinél. Jó, kraftolás. Na most például kraftolni Connor és Raka kraftoljon. Connor és Raka, oké. Okay. Egyelőre most csak 3-as prioritás, vagy nem tudom, maradjon így. Cooking, az mehet... Hát mondjuk pont, hogy Rita kellene, hogy főzzön, mert ő abba interested, tehát legyen az neki a first priója, a többi lemaradhat.
Mining. Na most a miningot ezt egyelőre hagyjuk, ez Connor és Raka, scavenge. Fizikál, tehát scavenge-elni egyébként Connornak kellene. Scavenge-elni csak Connor fog. Aztán planting, az a farming, ami akkor Maki és Rita. Ritának lehet a farming szintén egyes prió, mint a cooking. Oké. Okay. Cut. Az fizikál, tehát oda például akkor ugyanúgy Raka és Connor. Harvesting, az Ritának egyébként lehet fontos, mert abba ő érdekelt. És Maki. Jó? Hunting, az konkrétan Connor first priója legyen. Azt meg leszedem. Csap-csap! Köszönöm szépen neked is a vásárlást. Köszi szépen, srácok. Construct. A Construction-ben Raka Interested, tehát neki lehet az first prio. Handle, az maradjon mindenkinél. Hílelésbe pedig Raka nem vesz részt. Makinak az lehet first prio. Oké, okay, egyelőre lehet, hogy most nagyon elrontottam, de maradjunk ennél. Activities Research Expeditions. Jó, egyelőre így vagyunk. A resource-om az itt van fönt. Egyelőre szerintem csináljuk azt, hogy mindent observáljunk először. Observe. Azt mondjuk valaki tudja mine-olni. Ez stone. Az observáció mellett ezt akkor vágjanak fát. Valaki ezt scavenge-elje. Scrap metal. Jó, hát figyeljetek, szerintem nem fogunk elmenni messze egyelőre ettől a területtől, úgyhogy akkor csináljunk itt sheltert. Scrap metal shelter. Mert az alváshoz mindenféleképpen kellett. Ha mögé rakom, akkor kiegészíti. Aha, nagyon jó. Jó, hát egyelőre most pakolunk így egymás mellé. Az alvóhely, de azt hiszem négyen vagyunk, tehát annyi alvóhely nem elég. Úgyhogy mellé rakom. Aha, jó. Na, csináljátok ezt. Meltdown, Raka. Mi az, hogy sír? De mi kezdett te sírni? Sokkolta őt az, hogy lezuhantak. Hát haver, ezzel éljél együtt mostantól. Miért nem dolgozik? Trying to calm down Raka. Ezt observáljuk. Azt vágd ki. Jó, először mindenféleképpen kell nekünk scrap metal. Ott van egy pisztoly. Use. Na várjál, Connornak adjunk a kezébe azonnal egy pisztolyt. Egy lézerpisztoly Connornál. Getting help. Jó van, hagyjál. Amúgy, tehát hogy ővelük most mi a faszban? Mármint, bocsánat. Tehát, hogy ki van adva observation cutting, és ezek nem csinálnak semmit. Lehet, hogy elrontottam az activity. Ó, nem! Tudjátok, hogy mi van? Szerintem az, hogy most ugye az eltolt idősávok miatt ugye nem mindenki dolgozik folyton. Lehet, hogy most éppen relaxálni akar, vagy valami ilyesmi. Better than nothing. Aha, jó, akkor itt alakul ez. Na, storage. Az biztos, hogy kell stockpile.
Miért csak annyit engedett lerakni? Ja, mert nincs scrap metálom. Azt mondja, scavenged from spaceship. Aha. Ott már látunk állatokat. Uh-huh. Tehát akkor például ebből tudnak scavengelni. Látom, és már el is fog indulni valaki oda. Jó, akkor mi volt? A campnél volt a sleeping. De várjál, azt mondja, hogy ehhez mi kell? Camp, sleeping, azt mondja, bedroll, meg sleeping spot none. Hát mindegy, próbáljuk meg. Egy. Kettő. Három. Négy. Achievement better than nothing. Aha, most már jött scrap metal. Akkor lerakunk oda még kettőt, hogy legyen spot. A scavenge csak egy embernek van beállítva, igen. Scavenge progress 1/10, tehát akkor még ott scavenge-elni fog. Meg kell várni, amíg elindul mindenkinek a cycle, hogy mikor, ki mit csinál. Mindegy, kijelölök fát, jelölök kizét, miningot is. Maki is idling. Jó, akkor nézzük meg, hogy Maki miért nem csinál semmit. Maki. És amúgy mi van akkor, hogyha ilyen lighty prióba mindenkinek berakok mindent, ahol nem volt? Egyelőre csak próbáljuk ki így, aztán meglátjuk. Lehet, hogy ezzel nem csináltam jót, de legalább így mindenki mindennel foglalkozik valamennyire. Mert rögtön elindult a scavenging, ott megy az observation. Jó, tehát most akkor gyűjtögetés van. Nanobot booster shot. Hey, listen, I just happen to have a handy little thing. A nanobot booster shot. Drogozni akar Connor. Azért halkan mondom, Avid az utolsó sor körül áll. Hát ti rakjátok le magatokat körém. When injected those nanites or whatever increased the host movement, manipulation and health. Persze, nyomassa, drogozzál. Share it with everyone. Mindenkit bedrogozunk. Megy a scavenging szépen. Most már aludni tudnak. Slept outside. De hát ott van a shelter. Miről beszélsz, barátom? Trees and bushes. Hát ezt egyelőre még hagyjuk. Volt még máshol is itt a földön egy pisztoly, nem? Vagy csak egy pisztolyt találtunk? Na várjatok. Először azt mondja, hogy science és research desk. Wooden research desk. Azt egyelőre lerakjuk ide. Szóval mindjárt megépíti valaki. Defense-t azt hagyjuk, a research az maradhat. Chopping block. Workbench... A workbench-et még tanította a tutoriál, tehát azt tudom, hogy az is kell.
Erre mi van leír? Aha, tehát még observálnia kéne. Oké, scrap metalunk van, akkor ezt tudom még kétszer lekopizni. Oké, research. Researcholjünk. Hát szerintem weapons missinget azt researcholhatjuk. Az jó. És itt nem tudunk semmit craftolni. Nem, mert akkor itt szerintem cut. Gyűjtögessenek követ meg fát. Ezt a kukoricát vágják ki. Ezt a dinnyét, ezt observáljuk először. Azt még nem ismerik, nem tudják, mi az a dinnye. De ahogy látom, még ezt sem, mert azt is kijelöltem. Eat on food. Ja igen, mert ugye nem volt furniture. Metal table, wooden table, az három. Jó, large table, wooden. Egyelőre csak lerakjuk ide, és akkor kell emellé szék. Négyen vagyunk, tehát négy szék, és még mondta, hogy campfire kellene. De nincsen hozzá kis faágam. A kis faág az a izéből jött, ha jól emlékszem, bokorból. Ott meg van valami. Unknown animal species. Majd meglátjuk. Lehet, hogy az már támadni fog minket. Majd kiderül. Maki sleeping. Igen, mert mindenféleképpen ugye szükségem van egy campfire-re. Jenő, köszönöm a 39-et, haver. Köszi szépen. Aha, felfedeztük a small tree-t. Ott szépen megy a scavenging, ami már 6/10-nél jár. Fából 52-m van. Jó, az ott egyébként nem rossz. Na most például a furniture nem, storage, orders, production, light and heat. Hol volt a... Mert a shelter az oké. Okay. Large drying rack, defense. Aha, azt gondolom, majd researcholnom kell, hogy tudjak házat is építeni. Először szerintem lehet, hogy körbe kellene vennem a területet. Mondjuk simán ugye fence-el, scrap metalba kerül, vagy stick. Szerintem wooden. Egyelőre legyen wooden, mert mondjuk, hát nem, lehet, hogy stone kellene. Integrity 50. Legyen stone. Jó, kezdjünk egy 10 tile-al, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Azt nem nagyon akarják nekem ott researcholni. 5%-on van az observáció, meg ez is. Feladat az mi? Amúgy bármilyen feladata ki van adva, azt bárkinek is csinálnia kell, mert meg van mondva, hogy mindenki kb. Mindent csinál. Jó, elkezdjük szépen építeni a falat, így körbe. Ez akkor 20 tile. Ide is rakunk egy 20-asat. Egyelőre csak így.
Aztán majd ugye kell bele kapu, meg minden. Bemegy a kajálás, sleeping. Aha, és akkor onnan elkezd kipakolni, jó? Úgy is rá kell jönni, hogy mik a fő priók, amivel fontos foglalkozni. Az biztos, hogy fát azt mindig kell hoznunk. Meg ugye követ. Ezt még nem obszerválták, viszont leszedni le lehet. Gondolom az meg raw food lesz, és akkor azt meg behozzák majd. Amúgy elég durva, hogy... Hát várjál, ezt kopizzuk le, és rakjuk mögé. És akkor nyerek még vele... ilyet. És egyedülre mindenhova mindent rakhatnak, tehát nem állítottam azt be, hogy melyik helyre mit lehessen pakolni. Viszont szépen épül a kőkerítésem, és hogyha arra rámegyek, a lower barrier. Aha, jó. Köven mennyi van? 20. Akkor most egyelőre azzal leállunk, ameddig ezeket a köveket nem hozzák be. Nem tudok neki olyat mondani... hogy ez nagyobb prió legyen. Vagy csak nem látom, hogy hol. Van egy pulse rifle és egy lézer pisztoly. Várjál, csak nézzük meg a statokat. Az hol van? Hopp! Physical 3. Jó, tehát kinek van combat képessége még? Hármas kombat képessége van Ritának, tehát neki beadhatjuk a Pulse Rifle-t. Azt láttam, hogy két fegyver van, ugye az egyik már ki volt osztva. Ó, azt ott lefarmolták szépen. Aha, csak ezt az Observation nem akarja csinálni nagyon. Research is already active. Az fontos, hogy mielőtt bármit leszedek, azelőtt mindenféleképpen researcholjuk. Viszont ez az observation, ez annyira nem fontos prió senkinek, ha jól látom. De az hol van? Heal, handle, construct, harvest, plant, search, deliver. Hol van az observation? Az melyikbe tartozik szerintetek? Thunderstorm! Nagyon jó! A research-et el se kezdte senki. Az lenne a research? Ja, mert az mindenkinek ötös prió. Aha, na várjál, az intelligenciától függ, tehát mondjuk Ritának mondhatjuk azt, hogy legyen first prió, ennek meg mondjuk kettes prió. De ezt majd így kell szépen kialakítani. Igen, de mert az ötös az ugye mindenek után jött, és valószínűleg ezért. Taking a walk. Mondjuk mi lenne, hogyha valami fontosabbat csinálnál, azon kívül, hogy így érted? Connor! Connor a haszontalan. Jó, Ritánál már megy ott szépen az observation, és mert utána már azokat is le tudjuk szedni. Ott van egy állat. Bloated insect. Anyád. De ez halott? Ez halott, mert butcherezni tudom. Ó, nézzétek, már ott van egy madár. Hú, de gyors. Azt is butchereljétek le. New Resource Electronics.
És azt mégis honnan? Gondolom scavengelte. Na, még 4 perc, és utána mehetünk fájtolni. Ezeket a köveket nem hordta be senki oda, pedig van hely, azt látom. Plusz 20% growth rate az eső miatt. Igazából, ha a research nincsen senkinél fontos szloton, már pedig van, akkor be kellene állniuk az asztalhoz is. Jó, hát azért itt elég sok helyen tudunk scavengelni, hogyha ennek vége, de annak még van egy szlotja. Úgy mehet hármason, mert igazából nem nagyon van mit csinálni. Jó, most megint van kövem. Behúzunk egy 20-as tile követ oda. És akkor csináljunk már most olyat, hogy... Ugye a fence door az, ahol ők közlekednek, és akkor fence gate az 20 fába kerül. Hát legyen akkor egy ilyen nagy kapu. Na hát igen, és ezt kellene középre berakni. Hát azt így nem fogom tudni kiszámolni, gondolom. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elméletileg ez a széle. Mármint a közepe. De nem vagyok benne biztos. Így ránézésre azt mondanám, hogy nem. Az mi? De azt nehogy lebontsátok. Mi? Nem, nincs lebontás. Felejtsd el, nem bontunk le semmit. De először megpróbálok odarakni egy kaput. Jó van, jó lesz az ott. Mondjuk befele nyílik? Ezt lehet, hogy arra figyelni kellett volna. Risk of meltdown Connor. Jó, hát food variety? Hát hagyjad már, hogy akarsz food variety-t, amikor még azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Jó, campfire. Stone vagy scrap, lehet scrap metal. És rakjuk oda. Mi van az, amit fontos lehet? Torch. Provides light when burning. Grave, jó van. Már rögtön azt is lehet. Trees and bushes. Még egyelőre nem tudunk mást ültetni, és az a bajom, hogy ez a rohadt research, ez nem megy. Csak nem tudom mi.